Érdekes ez a Faustus Törér Árpád életében, vagy nem is érdekes, hanem inkább azt mondanám, hogy fontos, hiszen ugyanezen a címen, illetve a Faustus Prágában címen jelent meg valamikor, nem is olyan régen, 2005-ben egy drámai költemény. Hogyan kapcsolódik az a Faustus Prágában a mostani Faustushoz, vagyis a pozsonyi Faustushoz, ha kérdezhetem így, vagy kapcsolódik-e a kettő? Mindenképpen. Jelentős részét a kötetnek interjúk töltik ki. Az interjúk egyikének ez a címe, hogy Faustus Pozsonyban. Bedecs László az interjú készítője, ő adta neki ezt a címet az interjúnak, Faustus Pozsonyban. Faustus Prágában, ott egy valóságos Faustus, illetve hát már amennyiben az is valóságos volt, de tulajdonképpen Szenci Molnár Albertről van szó, akit nem sokára halála után már Magyar Faustusnak neveztek néhányan. Tehát Szenci Molnár Albert élettörténete. Itt pedig Bedecs László, az interjú készítője, engem magamat nevez Faustusnak, Faustuszi alkatnak, és hát kvázi Faustusnak, csak ez a Faustus ugye nem Prágában él és dolgozik és működik, hanem Pozsonyban. Így került sor erre a címadásra, hogy Faustus Pozsonyban. Hogyha abból indulunk ki, hogy hát azért a főcímet, a kötet címet többé-kevésbé mindig a szerző adja, akkor lehet ez szerénytelen is ez a cím, de remélem azért az olvasó nem tartja a szerintelenségnek. Hát igen, akkor ezek szerint maga a szerző Törzsér Árpád is saját magát egy Faustuszi alkatnak tartja. Nem én magamat tartom annak, hanem Bedecs László, az interjú készítője nevezett Faustusnak, én csak átvettem tőle a címet, jól hangzik. Na de azért érez valami hasonlóságot biztosan. Erre csak azt tudnám mondani, hogy legyen úgy. Ha valaki más mondja, akkor a szerző mit mondhat más, mint legyen úgy. Szóba került a történelem, és ha Törzsér Árpád, akkor Mittel úr, ugye a közép-európaiságnak a metaforája, ami végigkíséri az egész életét, alkotói munkáját, vagy munkásságát. Megkérdeztetem, hogy van most Mittel úr, vagy azok az illúziók, amikkel Mittel úr indult, azok most hová lettek itt, mondjuk 2012-ben? Mittel úr, mint olyan, ebben a kötetben nincs jelen. Én igyekeztem, de éppen Bedecs László, az emlegetett Bedecs László tette szó ebben a bizonyos interjúban, amely az egész kötetnek is címet adott, tette szóvá, hogy az utóbbi időben Mittel úrral nem igen lehet találkozni, mondja az interjú készítő a kérdésében. Mi a magyarázat? Vajon nem menekülése a beszűkítéstől? Attól, hogyha a szerzőre, az íróra rásütnek egy jelzőt, akkor az bizonyos idő után már akadálya is a továbblépésnek. Tehát ő valahogy úgy érzi, mondta az interjúkészítő, hogy szándékosan hagyom el a Mittel úrféle hát archetipust, mert esetleg már a továbblépés akadályának érzem. Én ezt így nem gondoltam akkor át, amikor körülbelül 90-es évek közepén írtam egy elég terjedelmes versezetet, aminek az volt a címe, hogy hát, hogy ne hazudjak, inkább azt mondom, hogy hozzávetőlegesen az volt a címe, hogy búcsú Mittel úrtól.
És ez mindenképpen erre a gondolatra, vagy erre az intencióra vezethető vissza, hogyha nem tudatosítottam is akkor magamban, hogy valóban egy korszak lezárása, a Mittel korszaknak a lezárása próbált lenni az a, az a vers. Az utolsó Mittel versem, kvázi Mittel versem, illetve Mittel kötetem, az pontosan a rendszerváltás évében jelent meg 1989-ben, Történetek Mittel úrról címmel, és utána valóban, meg az én megítélésem szerint is, amennyire a szerző saját életútját megítélheti, egy új korszak kezdődik, egy valami más. Tehát akkor a Mittel úr korszak az lezárult, akkor annak vége van. Tehát nem is játszhatunk el azzal a gondolattal, hogyha esetleg lenne, akkor most miként szólalna meg ebben a korban? A játék az mindig érdekes, és el lehet játszani a gondolattal, és ha oda célosz, hogy mennyire lenne elégedett ezek azokkal a változásokkal, amelyek 1989-től, tehát az utolsó Mittel kötettől hát beálltak a történelemben is, és Közép-Európában, hogy mennyire lenne elégedett, hát azt kell mondanom, hogy nagyon zavarba lenne. Valószínűleg azt mondaná, hogy nem ilyen lovat akartam. És ezt mondja Törzsér Árpád is. Amennyiben a irodalomnak elképesztően lecsökkent az utóbbi 20 évben az ázsiója, tekintélye, mondhatnám a hatása is, hát annyiban mindenképpen. Mindenképpen ezt. Úgy érzem, hogy ez valami átmeneti állapot. Ez egy olyan átmeneti állapot, amit át kell vészelni az írónak, a literátornak. És ezt írással vészeli át, ezt az átmeneti korszakot? Mindenképpen, de ezekkel az írásokkal is valószínűleg úgy van, mint híres költő, aki hajótörés szenvedett, Camões. És a hormiai közül, és egyáltalán a hajóról semmit se hozott magával, ő kiúszott a parton, de semmit se hozott magával, csak a Lusziád dalok főművének a kéziratát a szájában tartva. Hát valahogy így kell nekünk ezt az átmeneti korszakot átviselnünk, szájunkban tartva a saját művünket, áthúzni a másik partra, arra a partra, amelyik esetleg majd hát kedvezőbb lesz az irodalmat tekintve és a művészeteket tekintve. Ez a korszak teremhet jó műveket, időtálló műveket, de azért a jó mű, időtálló mű, többé-kevésbé mindig író és olvasó szövetsége, és most hát a szövetségnek az olvasó tagja valahogy nagyon problematikus. Nem jönnek vissza azok az alkotó impulzusok az olvasótól, amelyek nélkül a mű nem mű. Vegyük példának Petőfit, a legkézenfekvő példa. Hányszor halljuk oda át Szlovákiában, Pozsonyban, szlovák íróktól, ismerőseinktől, akár barátainktól is, hogy Petőfi, hát Petőfi szlovák, ugye? Elloptátok tőlünk, aki durvában akar fogalmazni. És de hát a szlovákból még magyar költő is kitelik, hogy ez is a mi tehetségünket dicséri. Petőfi a magyar olvasók nélkül, a magyar tömegek nélkül
a magyar géniusz nélkül nem lett volna Petőfi. Ha Petőfi szlováknak születik, akkor távolról se Petőfi lett volna belőle. Isten tudja, mi lett volna belőle. Valószínűleg egy harmadrangú vagy egy negyedrangú szlovák költőske. Na, ez az olvasó. Ilyen értelemben vett olvasó hiányzik most ebből az átmeneti korszakból nagyon, amely az irodalmat fontossá tenné, és rangját, a kellő rangját megadná. Azért kell nekünk valahogy átmentenünk az irodalmat mai íróknak, költőknek, művészeknek. Átmenteni az irodalmat, művészeteket arra bizonyos másik partra. Így értettem az átmeneti korszakot. Ez a véleménye Mittel úrnak 2012-ben.